Tehát az Inflation cím fedez fel Amerikát, aminek egyébként a apropója az, hogy a hetedik évfolyamon ez a harmadik témakör, 10-12 órába feldolgozva, és miután én 4 év munkájával elkészítettem a digitális tananyag részét ennek a évfolyamnak, a hetedik meg a 8-5-nek is, azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ez kicsit úgy gyerekközelebbé tenni az érdekében, hogy ezt ne kimondottan óra íze legyen, és ezért jutott eszembe azt, hogy fedezzük fel Amerikát. Megfeleztem az óraszámot, és 5 órát tartok óraként meg, amikor az amerikai kontinensnek a földrajzi vonatkozásait feldolgozok, a másik 5 illetve 6 órámban pedig a gyerekek által, a projekt által, a Fedez fel Amerika projekt által adott feladatokat dolgozzuk fel, illetve beszéljük meg. Tehát egy ilyen kettős gondolata van a dologra, de azt gondolom, hogy és most már a dolog engem igazol, hogy érdemes volt ebbe belekezdeni, hiszen rengeteg ötletük van a gyerekeknek, nagyon szeretik, és nagyon-nagyon sok olyan is meg, amikor szednek össze és tárnak el, amit egyébként tanításban szinte fizikai lehetetlenség lenne. Az igaz, hogy a tanulási környezetben őket segít, hiszen mind a iskola honlapja, mind a Moodle alkalmazás most már olyan tág lehetőséget ad számunkra, amelynek a révén egyrészt tudjuk támogatni a tanulási tevékenységet, másrészt pedig a megszervezés is lényegesen könnyebb, hozzátéve persze, hogy a Facebookot is felhasználják a csoport létrehozásával, és ez minden lehetőséget ad arra, hogy tanítás órán kívül is jelentős munkát tudjanak végezni a tanulók. PPT-től megindítva videóig minden készítenek, leírás, különböző feladatok, tehát rendkívül szertágazó tevékenységet folytatnak.